Erdő Zoltán erdélyi magyar örökségdíjas tárogató művész és Mohácsi Vilmos cimbalom művész előadásával indult a Máté Szalkai ünnepség. Az ünnepi beszédekben elhangzott a nemzet legfontosabb ünnepének tanulsága, hogy meg kell őrizni magyarságunkat és 1000 évvel ezelőtti hagyományainkat. Az elmúlt időszakok bebizonyították, hogy a keresztényi földben elhintett keresztényi gondolatokból keresztény állam lett 1000 éven keresztül, és a független államok, vagyis független állam, Magyarország befogadván minden olyan népcsoportot, amely alkotta a magyar koronának a népeit, a függetlenségében megerősödött. Voltak háborúk, de mégiscsak mindig a béke idején fejlődtünk tovább. Azt gondolom, hogy vannak mai nap is harcaink, mai nap is azért küzdtünk, hogy a keresztény gyökereket megtartsuk, kereszténységünket vigyük tovább, és ezáltal a nemzet függetlenségét is meg tudjuk oldani. És azt gondolom, hogy a mai ünnepség ezen eszméknek a múltbéli ünneplése, és az a felelősség, hogy a jövendő nemzetünk az vagy lesz, vagy marad, de mindenféleképpen most lehetőség van a kezünkben, hogy olyan jövőt teremtsünk, amiben jó élni. Nincs más jól élés, csak ez az irány. Ehhez kívánok mindenkinek a magánéletében nagyobb egészséget, boldogságot. Még egyszer a kitüntetetteknek gratulálok, jó egészséget kívánok, és azt gondolom, hogy önök is hozzátették azt a kicsit, ami ahhoz járul hozzá, hogy a következő 1000 esztendőben is magyarul tudjunk beszélni, magyarul tudjunk gondolkodni, és magyarul tudjunk magyar nemzetben élni. A város polgármestere ünnepi beszédében a döntések nehézségéről és helyességéről beszélt. 1000 éve történt az államalapítás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gondoljuk végig, hogy hány izmus van, meg hány hirtelen jött eszme, ami lehet, hogy még egy emberöltőt se bír ki. És ugye, ha már döntésekről beszélünk, mi is döntési helyzetben vagyunk, nem csak kis dolgokban. A keresztény Magyarországot folyamatosan támadják ilyen-olyan eszmék. Sokszor könnyebb lenne elhagyni a gyökereinket, és beállni a nagy, nyugati, vagy éppen egyéb kommunikációba. Azt mondani, hogy azok az értékek, amiket Szent István király ránk hagyok, már nem is biztos, hogy értékek. Lehet, hogy egyszerűbb lenne. De hogyha 1000 évig a Szent Istváni úton tudtunk maradni, akkor érdemes a mi életünkbe is végig gondolni azt, hogy talán az a helyes út, még ha nehezebb is, hogy ezen az úton menjünk együtt tovább, egyetértésben. Hanusi Péter hozzátette, Szent István jövőépítő volt, amely munkára Máté Szalkán is szükség van. A nagykirályhoz hasonlóan a mindennapokban a városi fiataloknak is kellenek a példaképek. A rendezvényen Pro Urbe kitüntető címet adományozott a város az Ádám Jenő pedagógus kórus, valamint a Berecki Band részére. Emellett Máté Szalka város díszpolgára kitüntető címet kapott dr. Kelemen Barnabás címzetes főjegyző. A díjátadások után a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret.